Hazánkban a megy termőterülete közel 13 ezer hektár nagyságú, ebből mintegy 4 ezer hektár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, így ez az egyik legnagyobb megytermesztő régió. Ettől az évtől komoly változás érint minden őstermelőt. Szerződést kell kötniük a friss megy értékesítéséről. Körülbelül 4 éve dolgozunk ezen, a kamara is közreműködik a kisebb termelőket képviselve azzal kapcsolatosan, hogy ne akkor szembesüljenek az árakkal, amikor már le van szedve a megy és elviszi az értékesítési helyre, hanem előtte a szerződési formában rögzítsék. Még talán nem is biztos, hogy kötelező az árat rögzíteni, csak azokat a feltételeket rögzíteni, hogy a feldolgozó mit vár el, és akkor körülbelül annak mi lesz az ára, de mindenképp szerepelni kellene vagy a feltételeknek, vagy az árnak. Rácz Imre szerint ez azért fontos, mert a feldolgozó a szerződéseknek köszönhetően előre tud tervezni a megy mennyiségével, az őstermelő pedig nem az utolsó percben keresne felvásárlót. Hozzátette, a közeljövőben valószínűleg bevezetnek egy minimum termés mennyiséget, hogy azoknak, akiknek egy-két mázsa gyümölcsük van, ne legyen kötelező szerződést kötniük. A próbaév után a következő szezonban vezethetik be a módosításokat. Idén a tervek szerint 180-220 forint lesz a megy kilogrammonkénti felvásárlói ára. Ez az összeg kétszer annyi, mint tavaly. Annak is köszönhető az emelkedés, hogy kevesebb a termés a januári -20 fokos zord téli időjárásnak és az áprilisi lehűlésnek köszönhetően. Elhúzódott a virágzás, esős csapadékos idő óta méhek nem jól poroztak, így a megkötött medgyek is ilyen, ahogy elhúzódott a virágzás és a kötés, ilyen változó méretűek lettek, és nagyon úgy néz ki, hogy még amik apróbbak, azok le is fognak hullni. Így a 30%-tól magasabb kiesés várható. Nyilván ez Magyarországon is befolyással lehet a termés mennyiségére, vagy lesz is. Egy ilyen 55 ezer, 60 ezer tonnát várunk, és kimagasló években a 90 ezeret is elérjük, de talán nem is ez határozza meg az árakat, hanem az, hogy Lengyelországban, ahol 200 ezer tonnától is többet szoktak termelni, ott is körülbelül 70-80 ezer tonna kiesik a fagy miatt. Ha lesz érdeklődés Lengyelországból, és ebben az évben nem behoznak majd gyümölcsöt, hanem kivisznek, akkor az szintén pozitív irányba lendíti a magyar piacot. Ez még inkább segíthet az áremelkedésen.